Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit, én Dalo Zoltán vagyok, és ez a Random Show-nak a következő epizódja. És a mai vendégem pedig Hegeszegi Krisztián, a Mini CRM ZRT-nek az ügyvezetője. Szervusz Krisztián! És azért is speciális ez a mai beszélgetés, mert rengeteg hasznos infót tudhatunk meg, amit a kisvállalkozások, kezdővállalkozások, vagy már haladó fázisban lévő vállalkozások tudnak hasznosítani a mindennapjaikban. Mi már azért kapcsolatban vagyunk egy jó ideje, mert több ízben is használtam a rendszereteket, és ismerem azért valamennyire belülről. Hogy látod ezt a mai piacot, hogy látod a kisvállalkozókat ma, és mennyire vannak napi kapcsolatban a CRM-en, mennyire használnak CRM-et szerinted? Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Köszönöm a szuper felkonfot. Hát ez egy nehéz piac, de szerintem mindenre ezt lehet mondani. És egyben könnyű is, és milyen érdekes az ellentmondás. Ugye, ha azt így nézem, akkor azt mondom, hogy napi szinten kapcsolatban vagyunk rengeteg kis vállalkozóval, több mint 1000 ügyfelünk van, és ezzel a KKV felvalapú CRM piacon piacvezetők is vagyunk, és rengeteg olyan napi problémával, kérdéssel, és sikerrel és eredménnyel találkozunk, amit el tudnak a cégek érni CRM rendszerek tekintetében. A helyzetük én úgy gondolom, hogy mindenki azt gondolja, hogy nehéz, meg problematikus, de szerintem nem. Aki akar, és jól csinálja a dolgait, meg az üzletét, meg a folyamatokat, meg a rendszert mögött, amit összerak, akkor komoly sikereket el tud érni. És ez, amit látok, hogy vannak az olyan tipikus cégek, vagy régi módi, mondjuk így, nem rossz értelemben természetesen cégvezetők, akik nem akarnak változtatni. Jó ez a megszokott. Leragadtak az Excel, jó esetben egy Excel-nél. E-mail, Excel táblák, ilyenek, jól van az úgy, a kényelmes élet, nem akarunk a komfortzónából kilépni, és ennek előbb-utóbb meg lesz a bőtje. Aki viszont tényleg ezt átgondolja, saját bőrén érzi, nagyon sok iparágban már az van, hogy érzik, hogy kell valami újat tenni, hogy tudjanak fejlődni és haladni, nem maradjanak le a piactól, ott keresik az újdonságokat. És itt nem a science fictionre kell gondolni, ami majd a 2024-ben vagy 48-ban láttunk valami filmet, hanem tényleg egyszerűen ki kell használni a létező megoldásokat, amelyek tudnak ebben segíteni. És én, amiben látom igazából az egyik első lépést, az, hogy minden céget van egy olyan jellemző, ami leír, mennyire eredményes, sikeres, ez az árbevétele. És persze lehet egy csomó más faktor is, de ha az nő, akkor valószínűleg jó irányba megyünk, persze fontos a profit is, meg egyéb más szempontok. És innentől kezdve az értékesítésüket kicsit jobban rendbe rakjuk, és nem azt mondjuk, hogy jó, ez így, el vagyunk, nem halunk éhen, akkor marha sokat el lehet érni. És igazából mindig azt szokták kérdezni, hogy mi ez a CRM, meg hogy van, megbeszéltük, hogy nem erről fogok beszélni. Igen. Mindig azt állják tőlem, hogy mondjam, hogy mi ez a CRM, de én nem erről szeretnék beszélni, az, hogy miben tud segíteni. És az értékesítés az egyik olyan dolog, amiben nagyon sok minden más mellett egy csomó mindent tud adni. És arra vagyok nagyon büszke, hogy például a múltkor is voltam egy vidéki rendezvényen előadást tartani, és egy vidéki gázszerelő cégnek a vezetője, ahol volt 5 ember és mindenféle terméket, szolgáltatást értékesítenek, mondta, hogy na, én már 2 éve keresek CRM-et, csak nem tudtam, hogy CRM-nek hívják, mert a problémái megvoltak. Igen. És amikor átbeszéltük, hogy mire tud egy ilyen rendszer megoldást adni, akkor azt mondta, hogy pont neki erre kell, csak nem tudta, hogy pont így hívják. És ez egy nagyon fontos szempont, amit úgy érzek, hogy kell a piacnak, ez az edukáció, hogy tudjuk, hogy mire, hogyan, miért használjunk. Egy csomó rendszer van, ami elérhető a piacon, internet világában. Látok arra a statisztikát, amúgy, hogy ennek a potenciális ügyfelkörnek nagyjából hány százaléka, aki használ valamilyen rendszert? Létezik ilyen? Hát erre vagy többféle felmérés is van, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy mi a hiteles, mindenki mást. Nyugaton is, EU-ban is, Magyarországon is, KSH felmérés, állami cégfelmérés, mindegyik más, én azt mondom, hogy 10% alatt van egyébként az ennyire? A cégeknek az aránya, akik használnak CRM rendszert. És hogy CRM rendszer alatt nem a papírt, Excel táblát értjük. Amerikában ez nagyjából 75%. Óriási a különbség és a lemaradás, ha így nézzük. Viszont ebben azt mondom, hogy óriási potenciál egyébként a piac előtt és a növekedés előtt. Megmondom, hogy az országok is hasonlóak, és akkor ezért... Ez attól függ, hogy megyünk nyugatra, úgy javul a helyzet, keletre pedig hasonló vagy rosszabb a szituáció. De én egyébként meg abban hiszek, hogy minden cégnek szüksége van CRM rendszerre, mert egyszerűen annyira megkönnyíti a napi munkát, munkavégzést. Hát meg nagyjából mindenkinek van ügyfele, és az ügyféllel való kapcsolattartás, hogy ez visszanézhető legyen, azért az már hogy valami nyoma legyen. Van egy csomó olyan nagyon hasznos dolog és funkció, mert segíteni tud. Most innen hadd hozzak akkor milyen néhány példát. Igen. Szerintem ez ami érdekes. Főleg ilyen produktivitás, mert abban maradtunk, hogy leginkább olyan értéket adjunk nektek, kedves követők, ami napi produktivitás, amit tudtok hasznosítani, vagy amit egy rendszer tud adni, úgyhogy nézzünk egy-két ilyen példát. Azt mondani, hogy
legyen több időnk, legyen több bevételünk, legyenek meg az ügyfeleink, maradjanak meg az ügyfeleink, ezekben, ha segít egy rendszer, akkor az már jó. Uh-huh. És akkor az első példa, a saját életünkben minden nap szinte használunk, mi tartunk az ügyfeleink érdeklődőink számára ingyenes workshopokat, aminek a célja oktatás. Átadjuk, hogy hogyan és mint lehet hatékonyabbá tenni az értékesítésünket, hogy tud ebben egy CRM rendszer segíteni, és persze meg is lehet nézni élőben, hogy hogyan lehet kivitelezni egy értékesítési folyamatot egyszerűen, mert nem egy ilyen nagy bonyolultságú pilótavizsgás művelet ez mini CRM-mel szerencsére. És ez mindenféle, ez díjmentes, kötelezettségmentes, bárkit várunk szeretettel, weboldalunkon lehet egyébként regisztrálni rá. És minden héten van egy ilyen workshopunk, 20-25-30 ember szokott erre eljönni, és egyébként ha belegondolunk, hogy minden héten egy ilyen rendezvényt leszervez, az egy csomó időt venne igénybe. Viszont nálunk ez sikerült a minicirem támogatásával elérni, hogy maximum egy óra a szervezése tokkal, monóval egy ilyen workshopnak. És ebből nagyjából 10-15 perc technikai rész, hogy a weboldalon beállítani, hogy mikor lesz a következő időpont, egy szűrőt létrehozni, minicirem, stb. Maradék 45 perc az meg a telefonálgatás, amikor felhívjuk az érdeklődőt, hogy biztosan jön-e, minősítjük, kitaláljuk, hogy mik a problémái. És a folyamatot úgy kell elképzelni, nagyon egyszerű, valaki elmegy a weboldalunkra, ott van egy minicirem.hu per workshop oldal, van egy űrlap, amit ki lehet tölteni. Név, néhány adatot meg kell adni, elérhetőség, hogy persze fel tudjuk venni a kapcsolatot, kiválasztja, melyik időpontra jön, megnyomja a jelentkezem gombot. Ugye ez nem egy nagy mutatvány, láttunk már ilyet a világban. És akkor megnyomja ezt a gombot valaki, abban a pillanatban bekerül a minicéremnek a rendezvény moduljába, ahonnan megy vissza automatikusan egy e-mail megerősítés a workshopnak a részleteivel, plusz egy kollégám kap automatikusan egy teendőt a rendszertől, hogy hívd fel, hogy valid, valóban jelentkezette valaki, vagy csak véletlenül, plusz deríts ki, hogy mi a problémája, mi az érdek, miért akar eljönni hozzá, hogy kerüljünk képbe az adott emberről. Aztán utána eltelt egy nap, egy hét, kinél mennyi, és eljön a workshop időpontja előtti nap, és itt automatikusan kap egy e-mailt, 10 órakor az ember, hogy holnap találkozunk, benne egy gomb, hogy ott leszek. És nyom meg, hogy számít, tudjuk, hogy számíthatunk-e a részvételedre, így van megerősítés. Amikor megnyomja a gombot, abban a pillanatban automatikusan átváltozik a minicéremre a státusz a jelentkezetről megerősítetre, és nagyjából ennyi. Aki ezt nem teszi meg, ahhoz viszont egy órakor a kollégámnak fölvesz a rendszer automatikusan egy teendőt, hogy hívsz fel, hogy biztosan jön-e. Aztán, ha nem éri el, akkor 2 órakor újra próbálkozik, ha akkor csak küldnek egy SMS-t a rendszerbe, hogy XY vagyok a minicéremtől, azért kerestem, hogy holnap workshop számíthatunk-e a megjelenésre. És akkor innentől kezdve egész jól látjuk egyébként, hogy hányan fognak eljönni a holnapi nap. És akkor reggel 7-kor megy egy SMS-es megerősítés, hogy 9-kor workshop, legyél pontos, ne késsenek az emberek. És amikor odajön a workshopra, akkor az elején egy kollégám megkérdezi a regisztráció, hogy hogy hívják, átállítja a státuszát jelentkezetről résztvevőre, és ezt mindazt azért tesszük, hogy 11 órakor automatikusan megkapja tőlem a prezentációt, miközben tartom az előadást. És akkor az ilyen automatizált adók nem maradnak el. És így lehet tényleg baromi egyszerűen, rengeteg idős megspórolásával, például ingyenes rendezvényeket mi csináljuk szervezni. Úgyhogy egy példa arra, hogy tudsz egy csomó időt spórolni. Nekem nagyon jól bejött és bevált, és nem kell fejben tartani ezeket a dolgokat, amit az ember úgy nem szívesen csinál, mert unalmas, meg jó esélyben is felejti. És megy ciki egy hét után elküldeni a prezentációt a workshop részvevőjének, ugye? Akkor inkább el se küldöd. Igen, én pont azt mondtam, hogy azért ezzel a fajta automatizmussal amennyit tud, ugye már sokféleképpen használtam, azért legalább egy embermunkáját ki lehet váltani vagy támogatni, legalább egy asszisztens vagy hasonló munkában, mert ugye rengetegen azt csinálják, hogy manuálisan küldözgetik a leveleket, manuálisan küldik ezt, azt, amazt, és ha megnézzük, hogy ez hány munkaórát jelent, azzal szemben egy rendszer elvégzi azt időre, akkor pontosan. Ég és föld a kettőnek a költség. Munkaerőválság van, én azt tudom mondani, hogy akár a rendszer is lehet a megoldás a munkaerőválságra, mert automatizál egy csomó olyan dolgot, amit az ember nem is szeret megcsinálni, és nem kirúgni kell az embert emiatt, hanem ő tud értelmes, kreatív munkát végezni, ami értéket teremt, meg bevételt generál, ahelyett, hogy automatikusan küldözgetné este 7-kor azt az 500 darab e-mailt, aminek a felét elfelejti kiküldeni. Más hiszem, ami nagyon fontos abból, amit mondtál, az kiemelni, hogy sokan azt hiszik, hogy itt automatikusan hullik majd a sült galamb, és majd jön, de hogy azt a telefonos utánkövetést nem lehet megúszni egyszerűen. Nagyon sok cég próbálja azt, hogy tényleg ne is kelljen, és majd baliról irányítja az egészet, de hogy nem lehet alapvetően azt a telefonos megkeresést megspórolni, mert egyszerűen elvárják az emberek, meg még mindig kell az élő hang nagyon sok esetben az ügyfeleknek. Pontosan, hogy ez nagyon... Bizalmi kérdés is talán?
azt is mondhatjuk, de egy ilyen nagyon utopisztikus elképzelés szerintem az, hogy minden megy magától. Igen. Nem kell ember hozzá. Van bizonyos iparág, bizonyos termékkel az akár működhetés, igen, de az én tapasztalatom az, hogy a cégek 99%-a nem tud csak online értékesíteni. Ez tipikus példa, webshop. Ugye azt gondolnak, hogy minden megy online, de mi történik? Az ember bemegy a valami nagy áruházba, megfogdoz, hogy erre van szükség, fölmegy az árukeresőre, megnézi a legolcsóbb, igen, ott megrendeli a webshopból, de már este írja az e-mailt, reggel 8-kor meg telefonál, hogy bemennék érte személyesen, igen, azonnal szükségem van rá. Megtört, megszakadt az automatikus folyamat. És innentől kezdve vannak a problémák, hogy de hogy akkor foglalkozunk vele, nem foglalkozunk vele, kiszolgálom, ötször fölhívom, vagy egyszer sem hívom fel, és akkor félre mennek ezek a dolgok. Úgyhogy én azt mondom, ez én tapasztalom, hogy nem lehet csak automatikusan ezt az egész folyamatot végigvinni. Lehet rá törekedni, amit lehet automatizáljunk, de nem működik. És a másik dolog, amit most mondtál, az utánkövetés, az most telefonos, vagy személyes, vagy hogy csináljuk, most ez teljesen mindegy, de én azt szoktam mondani, hogy az értékesítésnek a legnagyobb titka az utánkövetés. És legyen itt szó arról, hogy bejön egy érdeklődő hozzád. Itt rohadt sokat buknak a cégek. Ha bejön egy érdeklődő, és nincs egy felelős, aki számon lehet kérni, hogy foglalkozott-e az érdeklődővel, nem majd egy hónap múlva, hanem most, 5 percen egy belül, belül, egy órán belül, maximum egy napon, igen, belül, mert ha nem, akkor ő elmegy máshol is megoldja a problémát, és minden egyes érdeklődő pénzünkben került. És ha nem foglalkozunk vele, akkor elbukjuk. És innentől kezdve ne üljünk fordítva alól, hogy persze majd jönnek, és majd verik az ajtót addig, amíg ki nem szolgáljuk, nem az a világban. Ha az érdeklődőkkel nem foglalkozol, 80-90%-át el tudod bukni az összes bejövő érdeklődésednek. Azért ez óriási kiesés. Úgyhogy ne maradjon el az utánkövetés az érdeklődőknek. Aztán, ha kiadsz egy ajánlatot, akkor mit csinálsz? Tök logikusnak tűnik, nem? Fölhívod másnap, megkapta-e, elolvasta-e, megértette, ami benne van, és arra kapott-e ajánlatot, amire kért? Nem valami teljesen más dologra, mert akkor ugye teljesen fölösleges volt. És ugye jön a Jolly Joker kérdés, hogy majd jövő héten keressük egymást. Nem. Hétfő 11 óra, vagy 2-11 óra. Konkrét következő időpont legyen, ez nincs, mert akkor nagyon elcsúsznak a dolgok. És egyébként ez egy nagyon meglepő és durva tapasztalat, hogy 10-ből 9 ajánlatot a cégek elbuknak, azért mert nincs megfelelő utánkövetés. Bármilyen egyszerűen hangzik ez a dolog, de miért nem csinálják? Yeah. És nem azért, mert rossz indulatok az emberek, vagy lusták, hanem egyszerűen egy olyan világban élünk, ami iszonyat módon felgyorsult. Ugye internet, van minden nap 10 nem foglalt hívásod, 100 olvasatlan e-mailed, aztán az egy nagy vevőddel foglalkozó délelőtt, akiből megélsz és nem halsz éhen, és akkor délután 2-kor jönne az, hogy végeztél az összes apró cseprő dologon, mindig bejön valami tűzoltandó dolog, valami SOS, amit azonnal meg kell oldani. És ami ennek a rovására megy. És innentől kezdve mi fog elmaradni? Ja, majd holnap megcsináljuk az ajánlatok utánkövetését, és minden nap van valami. Mókuskerék az így pörög, minden nap van 10 nem foglalt hívás, 100 olvasatlan e-mail, mindig. Az élet az ilyen sajnos. Igen. És mi marad el? A legfontosabb dolog, ha pedig nem csinálod meg, akkor nem jön be a bevétel. És innentől kezdve nincs mögötted egy olyan rendszer, ami segít abban, hogy ne felejtsd ezt el, vagy esetleg, ha te nem, akkor a másik kolléga helyetted meg tudja csinálni, akkor ezek elmaradnak. Ha meg elmaradnak, 10-ből 9-t elbuksz. Azért az iszonyatosan nagy szám. Ha már elbuktad a kétszer a 90%-ot, már lassan 1% alatt indulsz, tehát 100 érdeklődőből egynek tudsz eladni, és bármilyen ügyes szélszes vagy, bármennyire jó az ajánlatod, bármilyen jól le tudod érvelni, akkor esetleg felhúzod a duplájára, akkor 2%-ot hozol be. Ha viszont ezeket az elején megfogod, és már az érdeklődőket jól megszűröd és foglalkozol velük, utána az ajánlatokat nem felejted után követni, akkor nem mindegy, hogy 50%-ról indulsz, vagy 1%-ról. Az igen. Óriási lesz a különbség. Igen. És ha ezt jól csinálod, akkor mondjuk azt, hogy hátradőlhetsz és dőlni fog a pénz, nem magától megy minden, rengeteg munkát bele kell rakni, csak nem mindegy, hogy mire és hogyan. És egy rendszer ebben milyen tud segíteni, hogy nem az Excel táblák, az e-mailek, a papírkupac között, ott el se kezdesz keresni. Esélyed nincs, hogy megtaláld a re2-s pont ajánlatkérés, van 2000 darab ilyen e-mailed. Közül azt, amit keresel 2 perc alatt. Nem. A CRM rendszerben 2 perc alatt az összes releváns információt látni fogod az érdeklődőről, ügyférről, ami neked fontos és szükséges, ahhoz, hogy tudd, hogy mit érdemes vele csinálni, és ez az óriási különbség. És meg rengeteg ilyen tippet, technikát tudok mondani, de most akkor itt a reklám helye. Jöjjön el, akit az érdekel a workshopunkra. Ott szívesen megosztunk minden kötelezettségmentesen, vagy minden kötelezettség nélkül ilyen és ehhez hasonló jó tippeket az érdeklődőkkel. Egy-két sikersztorit megnézünk, akár konkrét cégnél nélkül nyilván, csak mi iparági példát, hogy mondjuk ki mire használja, ki miért növekedett tőle, vagy volt-e olyan wow faktor, hogy azt mondták, hogy basszus, na ez. Erre azt mondom neked, hogy egy konkrét cégnével is tudok mondani több ilyen, de ha felmentek a weboldalunkra, van egy esettanulmányok rész, ahol
ügyfelekről vannak interjúk, riportok, esettanulmányok, leírva az, hogy kinek, miért, miben, hogyan segített a minicén, és mit értek el vele. És mindenféle iparágból, mindenféle cégtípus, embertípussal lehet inspirálódni. Hasznos, érdemes elolvasni, rengeteg jó tipp van benne. Milyen iparágból mondjunk? Mondj egyet. Legyen egy szolgáltató cég, valami nagyobb értékű szolgáltatás. Oké, akkor itt akár be tudom hozni az én előző cégemet is. Az egy IT security-ra fókuszáló cég volt, ilyen 30-100 milliós projektekkel foglalkoztunk. Nagy cégeknek, bankoknak értékesítettük a megoldásunkat, megoldásainkat. Külföldi, amerikai szoftvercégek megoldása volt Magyarországon, és itt vezettük be őket. És ez egy érdekes dolog volt. Működött, mert jó volt a termék, értettünk hozzá, jó minőségű szolgáltást adtunk, és olyan 30-40 ügyfelünk volt, és a végén 1,5 milliárdos árbevételt tudtunk már elérni, ami piacvezetők is lettünk bizonyos területeken. És itt, hogy mit és hogy adott a CRM nekem ebben, egyébként az én személyes sztorim is, hogy én is úgy indítottam ezt a céget, még a mini CRM-es idők előtt, hogy persze volt egy jó struktúrán, volt két szuper Excel táblán, abba vezettünk minden információt egy érdeklődő ügyfélről, ki mikor mit beszélt vele, mikor mennyi pénz várható tőle, milyen tevékenységből, stb. De egész jól működtek. Aztán, amikor már 3 ember foglalkozott értékesítéssel, és 2 Excel táblán dolgoztunk, akkor jöttek a problémák. Ugye egy dolog biztos, ilyen esetben előbb-utóbb hibázni fogunk. Sajnos. És nálam is az történt, ez 2012 végén volt, november végén, és IT-ban az a eszeveszett a csúcsidőszak. Akkor pörögnek ki az év végén a megrendelések, nagyon ott kell lenni. És az egyik ilyen pillanatban egyszer csak egy 400-450 millió volt akkor abban az évben az árbevétel a cégnek, 25 millió forint tiszta nyereség eltűnt. Egyik pillanatra a másikra. Excel táblákban ugye néztem a kimutatásokat, és nem értettem, hogy mi történt. Szerencsé, hogy precízek voltunk, minden nap volt mentés, korábbi verziók, és csak 10 verziót kellett korábban visszavennem, hogy megtaláljam, mi volt a hiba. Egy dátum, meg egy összeg lett elírva. Ennyi. Nem egy óriási vagy nagy plusz, mutatvány, minusz, vagy bármi. Nagyon apró hiba, egyszerűen figyelme, nem szándékos figyelmetlenség. Csak ugye a végén kiesett, hogy a egyik nap még ennyi volt a várható nyereség, utána mínusz 25 millió forint, azért az durva. Uh-huh. És akkor kinyomoztam, megtaláltam, hú, hála Isten, megoldottam, és utána nettó 2 napon ment el azzal, úgyhogy nem aludtam, és ez nagyon kemény volt tényleg, hogy az összes változás, módosítást újra végrehajtottam, mert túl okosak voltak az Excel táblán, de sajnos én tanultam a saját káromat, és akkor mondom, hogy többet nem fordulhat elő, ilyet nem szeretnék, és akkor azon a hétvégén elkezdtem valami megoldást találni. Én akkor találkoztam egyébként a minicéremmel, és megnéztem, kipróbáltam, beregisztráltam a ingyenes tesztverzió, rá következő héten, egy hét alatt én be is jöttem a rendszernél, ne várjunk, pörgessük a dolgokat, kaptam szuper tanácsadói segítséget, és a rá következő hétfő reggel bevettem a céghez, 2 kollégának egy 4 órás gyors talpaló képzést tartottam, mert tényleg barom egyszerű használni, egy Gmail tudsz használni ezt is. Hogy és mit kell benne csinálni, és onnantól kezdve megváltozott az életem. Megszűnt a rabszolgasors, úgymond, mert reggel 9-re végeztem a melóval, benne volt mindenkinek, mikor mit kell csinálnia, ajánlatot adni, számlázni, teljesítésigazolást intézni, mindenféle információ, és nem engem zaklattak fölöslegesen sok kollégák, hogy hívogattak, hogy mit csináljak, vagy küldözgették az e-mailt, hogy válaszoljak, hanem én benéztem reggel, kiosztottam a teendőket, amit kell, ők rendszerbe láttak mindent. Teljesítésigazolás, ott volt az adatlapon, fönn van a fáj. Ezt intézd el, kivel? Ott a kontakt. E-mailbe, telefon, teljesen mindegy, oldjátok meg, okosak vagytok, ügyesek vagytok. És működött a dolog. Én meg tényleg 9-re végeztem a melóval, és nem hátradőltem, hanem tudtam végre élvezhető dolgokat csinálni, hogy tudom fejleszteni a cégemet. És ez egy óriási különbség, amikor nem a cégedben, hanem a cégeden kezdesz el dolgozni, és volt időm megbeszélésekre járni, ebédelni, üzletebédekre, gondolkodni, hátradőlni, kitálni az irányokat, és találtunk is 2 olyan üzlet ágat lehetőséget kinőtt az idő alatt, ami a következő szintre lépés lehetőségét adta meg nekem, és tényleg 2 év alatt 500 millió-ról 1,5 milliárdra fölment az árbevételünk, és nem az, hogy a CRM dolgozott helyettem, és mennyi megcsinált mindent, nem. Sokat kellett dolgozni, belerakni, csak ő megkönnyítette az életemet, és hagyta, hogy a napi tűzoltás helyett az értelmes munkára fókuszáljak. És nagyjából ez volt nekem a sikertitka, és akkor mondom, ez... És hogy kerültél ide? Marha jó dolog, nekem rengeteget segített, és szerintem minden cégnek szükség van CRM rendszerre, és na, onnantól kezdve vagyok egyébként saját magam példáját, kitiszteltem, hogy ez tényleg jó, az egyik tulajdonosa és a cég vezetője a mini CRM-nek.
És egyébként a másik cégemből. Megmaradtad kiszálltam, még? Ja, nem, azt én átadtam más ember vezetés, egyébként ez egy sikersztori. Azóta, hogy 4 munkanap alatt én át tudtam adni egy tényleg 1,5 milliárdos jól működő cégnek a vezetését. 2 nap alatt átbeszéltük az ügyeket, meg 2 nap alatt átadtam a mondjuk a kormányt, ami a CRM-nek a vezetését jelenti, hogy hogyan és mint működik egy új embernek, aki kívülről és valamilyen szinten ismeretlen volt számára a cég. A csapat az maradt és mentek tovább, és azóta is sikeresen működnek, teljesen jó. Én is büszke vagyok rá, ők is büszkék. És akkor azt mondod, hogy ha már ilyen sokat tudsz róla, akkor... Így van, és egyébként másnak is segítesz. Számomra is egy újdonság volt, változott a piac, ugye nem enterprise-ra, nagy cégekre mentünk rá, hanem itt a KKV-kra. Nem a nagyméretű projektekre, 3 éves sales ciklussal, hanem itt tényleg a havonta néhány 10 000 forintos éves milliós maximum, vagy ilyen 1,5 millió forintos átlagos ügyfélértékről beszélve, ebből rakjuk össze, mondjuk 100 eurónként rakjuk össze az 1 millió eurót, igen, nem 1 millió vagy 1,5 millió eurós projekteket. Kicsit teljesen más a dolog. Nagyon sok új dolgot tanultam. Megnyílt, teljesen más a világnézetem azóta, és élvezem is. És én is megújultam, és egyébként meg óriási növekedési potenciál. Tehát amikor én jöttem, akkor még ilyen 200 környéki ügyfelünk volt, most már több mint 1000 van. Akkor még Magyarországon voltunk, most már nemzetközileg is jelen vagyunk. Van Romániában is, ott vagyunk, Horvátországban is ott vagyunk, de egyébként azt hiszem több mint 20 országból van ügyfelünk a világon bárhol. Egy internet kapcsolat kell csak a használatához. Tehát óriási a különbség. Nyelvesítés az megvan ezekre, vagy minden nyelvre. Minden elérhető van. Angolul, románul, magyarul, horvátul, minicien, tehát ki miért szeretne használni, lehet válogatni. És mi várható van? Van-e olyan, ami a nagy mérföldkő lesz akár itt fejlesztések terén? Úgy azt mondom, hogy folyamatosan fejlesztjük a mini CRM-et. Ez nem kérdés. Ugye a lista az elég hosszú, szoftvereknek pont ez az előnye, hogy nem az, hogy egyszer megvetted, és akkor 3 év újra megveszed, addig meg elavult a dolog, nem? Itt az üzemeltetés minden egyen, meg a frissítések, fejlesztés, meg az ügyfélszolgálat, az benne van a kvázi havidíjba, és ezzel nem kell foglalkozni ügyfélnek, csak használnia. És most is, ha bárki belép és megnézi, akkor van egy újdonságok menüpontot, lehet látni, mikor milyen dolgok jelennek meg. És ebben vannak kisebbek, nagyobbak, vannak komolyabb, kevésbé komoly dolgok, amit megkönnyíti az ember életét. Ez kinek mi a hasznos, ez változó. Mindenkinek más. Ötletből aztán dögivel van. Mi is kreatívek vagyunk, meg az ügyfelektől is kapjuk folyamatosan a visszajelzéseket, és akkor mindig priorizálni kell. Nehéz dolog egyébként, hogy kvázi az üzletileg releváns dolgok valósuljanak meg. Nem mindent csinálunk meg, hanem azt, ami előre is tudja vinni az életünket, meg a mini CRM-nek a fejlődését, meg a üzleti eredményeinket is. Nem árulok el nagy titkot, tehát üzletorientáltan fejlesztjük a terméket. És most innentől kezdve azt mondom, hogy nem akarok, mert nem is tudok lelőni olyan dolgokat, hogy mikor mi várható, akit érdekel, meg tudja nézni. Oké, hát akkor további sok sikertnek hasonlóan meredekeni, fölfelé ívelő sikereket, meg ügyfélszámot kívánok. Köszönjük nektek a figyelmeteket, hogyha van bármi kérdésetek, akkor beteszem a linket majd a Facebook meg YouTube videó alá is. Keressetek minket, nyugodtan jelentkeztek workshopra, hogyha van cégetek, fejleszteni akarjátok, akkor gyertek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Sok sikert. Sok sikert minden hallgatónak. Sziasztok. Sziasztok. We'll be right back.